Sziasztok! Örülök, hogy az úton Skóciában következő részében velünk tartotok. Most Dan Robin kastélyába és kertjébe látogattunk el. A kastély már zárva volt, de a kertbe sikeresen bejutottunk. Remélem élvezni fogjátok a felvételeket, tartsatok velünk, és ha tetszett, akkor ne felejtsetek el a végén egy lájkot nyomni, és feliratkozni a csatornánkra, ha még nem tettétek meg. Ott a tenger, itt a kert, és ami már be van zárva, ugye maga ez a kastély. És itt a vár, ura. Azt hittem, hogy be fog zárni korábban, de ez megint csak arra van, hogy így próbáljuk meg, hát ha mégse. És megpróbált, és kiderült, hogy nem 5-kor zárnak, hanem 7-kor. Úgyhogy bejöttünk és körülnézünk. Csak én nem föntről megy legyalogolni, mert nem nagyon van kedvünk, mert fáradtak vagyunk, meg el kell érni az éjszakai szállást. De innen föl is elég impozáns látvány nyújt ez a kert. Van lehet, hogy régen valakinek a kertje volt, meg ez valakinek a háza. Ez még most is valakinek a háza. Vagy nem? Ja, ez az? Ez valakinek a háza? Vagy valaki másnak? Na jó van. Nem akarom villanyszámlát kifizetni. Szerintem ő nekik pontosan, hogy mindegy. Ekkor alapul vele. Hát, várjál, ott vagy ember, és hozzá tudjátok mérni, arányosítani, hogy hatalmasabb, mint egy ember. Zoli a felfedező. De például nem is tudtam, hogy lapulevélnek a szára a szúrós, tüskés. Ez nem lapulevél, és az mi? Az itt van, hogy termése lehet, vagy nem tudom. De ezt nem azt mondod, hogy rabarbara? Hát mi az a rabarbara? Rabarbara. Nekem az lapulevélnek tűnik egyszerű ember gyerekként. Hány oda mellé? Ja, azon nem jöttünk le a kertbe, de lejöttünk. Nem bírunk magunkkal. Ez a kisebb vonat fönt még magasabb. Igen. Hát ez hatalmas, ez a másik is. Jó, folyt kösz. Eseljönnek is jó lenne. Megyünk be. Majd abba az alagútba is be akarunk menni. Szerintem be is fogunk menni. Megvan. Kicsit rászkodni fog, de sietek, nincs rá a stabilizátor. Ezt nézzétek meg. Nem akarom kibekapcsolgatni a kamerát. Látok, mindjárt úgy ráközelítettem. Milyen növények vannak itt. Arra is ráközelítek, és hát ráfókuszálok. Itt jobbra mellettem rózsa. Kék virág. Kiülősrész. Ő már csak az enyém. Én ezt megnyertem. Ide be lehet jönni? Hát nem, akkor lehet egy baszló. Nézzétek meg, milyen virágok vannak itt. Én még ilyet nem is láttam. Te láttál már ilyet? Itt ez a sárgás. Kicsit elszáradt virág, a kék virág. Nem lehet erre bejönni, lehet? Kijövök ide, és akkor innen megmutatom még. Be lehet jönni, bemenni valóban, az angolok lezárják 8 mindenféle. Ne, már hát próbálok megkerülni folyamatosan. Jó, és akkor... Ezek erre jöttek. Csak megmutatom közelről ezt. Hát, hogy... Nem tudom. A kisgatyás királyfi, vagy nem tudom. I sexy and I know it. Ó, de jó. Intenzív, mi ezt a jó Isten. Ó, nagyon, nagyon jó illat van. Akkor keveredik ez a rengeteg növénynek az illata. Ott is van egy kis alagút. Zoli, vannak itt ilyen ösvények, azokon járkáljunk már. Hogy megyek be? Erről. Nem tudom menni onnan. Fogadjunk, hogy be tudunk menni. Ha valahogy be lehet, nem mindegy, megnézzük. Na jó, most ez egyszer igaza volt, erre nem lehet bejutni.
Úgyhogy itt megyünk. De tényleg ellen az zárva, hogyha itt nem lehetne közlekedni. Vagy lehet, hogy a módban lehet, nem módse lehet. Ott a kastély. Hol vagyunk? Egy virágos kertben. De ez melyik kastély? Ez most meg szoktam tanulni. Dunrobin Castle and Gardens. Dunrobin. Úgy hát. Szegényt félre nyírták, hogy mi lesz ezzel? Jaj. Na, menjünk a következő helyszínre. Egy ilyen alagútból, amikor kijöttünk, elnéztünk balra, és ezt láttuk. Egy ilyen vaskaput, utána már a tengerpart van. Vagyis még mindig itt el lehet menni, be lehet menni különböző kert részekhez. Itt ide nem megyünk be. És mindig ott a kastély. Itt biztos vagyok benne, hogy szoktak ilyen előadások lenni, vagy ilyen sólymászat, ugye íjászat, ilyesmi. Mert ugye ott vannak, amin a madarak szoktak, tudjátok, állni. Itt szerintem itt reptetik őket. Nagyon-nagyon színes, virágos helyen vagyunk. Nagyon szép a kert. Annyira intenzív, néha-néha, amikor így megérzem a virágoknak az illatát. És akkor majd nézzük, hogy mi van a kert kapun túl. Vagy be? Engedjenek ki! Vagy be? Innen akarsz megszökni? Hát azt mondják, hogy én fizessem a villanyszámlát, akkor nem. És akkor ott a kis előkert, aztán a tenger, hát ennyi. Szar az élet, babocsai néni. Valakinek bejött az életfelek. Zoli kirölgött, hogy megint videózok, igen. Ezek annyira tetszenek, ezek a falra felfuttatott növények, meg virágok. Ez vagy cseresznye, vagy pedig megfa. Csak így felfuttatva. A falra. Még gyorsan szétnézünk. Ott is hatalmas. Annak mi a neve? A kardvirág? Az a kardvirág? Nem. De? Jóban nem vagyok erős, ezt nem tudom sajnos. Pedig ilyen, nekem is volt még otthon. Hát itt azért megérte sétálgatni itt a kertbe. Megérte bejönni egyáltalán, nem is terveztük, el akartunk menni emellé. Nézd csak, itt is milyen magas ágyás van. Igen, el akartunk menni, mert úgy volt, hogy 13 font belépő, és annyi, most, hogy mondjam, annyi ingyenes, és annyi szép látni való van, hogy nem akartam itt megállni, de mondom, mégiscsak kívülről nézzük meg. És végülis be nem mentünk, de itt a kertet megnéztük. Hát a kastély belső része az be is van zárva már egyébként, tehát nem lehet bemenni. Hú, azért. Nem, megfogadtuk, most nem csinálunk sok képet. Menjünk már el a végéig, és akkor onnan. Vagy hogy? Menjünk itt? Nem, itt nagyon jól néz. Ó, hát nézzétek meg. Szerintem egy nincs semmi, az utca. Hát ezt látja, hogy karban van tartva, gondol ezzel. Az érdekes, hogy ingyenes. Hát nem kérlek, hogy belépjünk. Legalább is bejöttünk. Lehet, hogy 5 óra után ingyenes. Nem tudom, 7-ig van nyitva. Legalábbis most az volt kiírva. Ú, ez lementula? Nem tudom, nem érzem. Szaktalan levendula. Ott vannak szerintem amúgy, ott egy kis szerszámos ház felül, de milyen szép. Az a baj, ez nem adja vissza, megpróbálok egy picit sötétíteni, és akkor jobb a színek. Jobbak. Zoli telefonján jobban visszajönnek a színek. Ezen nem tudom miért nem. Próbálok mindig egy kicsit állítani a színen. Nem olyan fakó az egész, ahogy tűnik. Tehát azért itt sétikálni, az élet nagy tervekről beszélgetni.
sörrel a kézbe. Más kéz a kézben, te sörrel a kézben. De nem, amúgy ezt félretévettelek egy vagy két sört megiszik Zoli, mert már megkapta, hogy jó, hát igen, halljuk, hogy sokat iszol. Mondjuk, ha ekkor a kastélyod van, akkor ráérsz sokat inni. És azt között csináltam egy fényképet. Ott is van egy kis titkos ajtó. Ott. Láttad a titkos ajtót? Annyira titkos, hogy mindenki látja, de... Ja, házikó, bocsánat, aha. Menjünk, hát azt megnézzük onnan majd, hogy az a kiszolgáló személyzet. Remélem, valakit fog érdekelni ez a sok látnivaló. Ott egy kis madárka. Itt meg ilyenek, ilyen faépítményekre vannak felfutatva a növények. Most ugye Skóciában vagyunk, ami az Egyesült Királyság része, de nekem ez az igazi angol kert. Mindenféle illatos növényekkel, madarak repkednek. Nekem ez nagyon-nagyon bejön. És ugye minden úgy, egy ilyen kis almafa. És olyan, mint egy ilyen kis rejtett kertek. Szeretnék egy ilyen kertet. Elnézünk ki jobbra, ugye előbb ott, onnan sétáltunk erre, és akkor tettem egy költ, és jövök most visszafele. És ugye ott a kastély. Bocsánat, csak épp, hogy berohantunk a kertbe, megint nem hoztunk se mikrofont, se stabilizátort, semmit. Annyira jó, hogy csak a méhek zömbögését hallani a kis csobogónak, vagy kerti kútnak a hangját hallani. Nagyon-nagyon csönd van. Azért beszélek én is így halkan. Van még egy vagy két ember rajtunk kívül, itt a kertbe. De leginkább csak mi vagyunk már itt. Itt egy nagyon-nagyon nagy fa. Utolérem Zolit, aztán szerintem megyünk is. Tehát annak a kis szökőkútnak a hangját hallani, nem jutott el szembe előbb a neve, meg a madarakat, a méheket, nagyon-nagyon jó. Mindig abba akarom hagyni, és nézzétek meg, mit találtam. Olyan, mint a málna. Hát, hogy az is, vagy nem, nem tudom. Igen, volt ez a depperfa, és azon voltak ilyen fehér, meg fekete. Málna, vagy eper, bocsánat, eper. Abból vettem Zolinak most lekvárc, csak nem tudom pontosan, mi a magyar neve. Tetszett? Megtaláltad az almafát? Nem, de ott láttam, nagyon színes volt. Na jó, akkor megyünk. Itt is oldunk. Nem megérted a gyalogolni. Ott van a kastély, és akkor ha visszajövünk ide hátra, ha lejöttek, akkor bal hátul. Itt. Mondtam, hogy lehet, hogy solymászat, íjászatot lehet látni, meg solymokat tartanak. Ez igaz is, most találtuk meg, hogy 11.30 és 2.30 között, délután 2.30 között szokott itt kiállítva lenni solymok. Bocsánat, hogy össze-vissza beszélek, de már fáradt vagyok. És többféle sólyom szokott itt lenni, itt kiállítva lenni. Zoli most eltűnt. És ugye valószínűleg ott lehet ugye leülni, és akkor itt mutatják be, itt reptetik őket. És ugye a nézőtér mögé is elmegy a sólyom. Mert ugye ott vannak, ahol szoktak állni a madarak, a sólyomok. Egy új mondatot találtam ki, a kiállítva szoktak lenni, tehát
Hát itt szoktak. Hát domsói mászati bemutatók, azt szoktak itt tartani. De baglyok is szoktak lenni. Igen, hát vannak. Nem mindig érre maradtunk. Erre, hogyha ez érdekel titeket, akkor nézzetek utána, és úgy gyertek, mert szerintem megéri. Egy ilyen környezetben. Most már tényleg úgy néz ki, hogy elhagyjuk ezt a helyet, és megyünk tovább. Tévedtem, mert mindig vannak érdekességek, tehát a remélhetőleg utolsó bejelentkezés innen, találtam egy észak-skóciai lapulevelet, egy érdekes fajtával alatta. Tudom, mekkorák ezek te. És mögötte van egy pad, ahova le lehet ülni, tehát valószínű régen nem ezek voltak ide ültetve, mert ott van felfuttatva a rózsa, és ott van egy pad. Zoli hátrább lesz egyet, és akkor látszódik a pad. Na jó, akkor bemegyek én is. Igaz, mert én nem tudtam, de szúr. Milyen őserdő van itt? Hát nézd meg, hát ekkora Zoli. De most már nem állunk el, csak eső. És akkor ott a pad. De szerintem nem ezek voltak itt rakon. Tehát ekkora a lábam, 41-es lábam van, és ezek ekkorák. Hát ez alatt el lehet átetésre egy esőzés. Segítség! Könnyítom a sorompot. Hopp, Zoli elbújt. Megpróbáljuk letenni a kamerát, és elavászkodni innen végre. A fenyőfát is érdemes mutatni egyébként. Igen, a fenyőfa is. Életben, tehát itt teljesen más az egész, de ez is. 2, 4, 6, 8, 10. Hát ez olyan 25-30 méter magas. Láttunk Robin madarat. Az nagyon üveres be szerintem. Nincs illata, de jól néz ki. Az itt nem van. Itt tényleg lehet sétikázni, ide hoztak fel a lépcsők, és nincs elzárva. Ellen egy kis korlátta, hogyha itt nem lehetne. Kinek néz a tengerre. Igen, meg kisütött a nap is. Miután ide jöttünk az árnyékba. Tehát aki erre jár, ebbe a kastélyba, akkor az érdemes annak pedénzni. A kertet is muszáj. Szerintem Zoli nem egy nagy virágos meg növényes, szereti a növényeket, de mindig én veszem rá, de ezek az angol kertek, ezek nagyon, nagyon színesek is, és nagyon mindig megéri bevenni. Következő helyszínen találkozunk.